Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon reggelen. Nálunk reggel van, majdnem 9 óra van, készülődünk. A Révész készen van. Készen vagy? Mi? Nyuszi. Ugyanis nem máshova megyünk, mint el fogunk vezetni körülbelül egy ilyen 2 órára mi tőlünk. Meg fogunk nézni egy hajót. Egy... Daddy! Mit mondasz? Kácsú! Egy ilyen vitorlás hajót, ugye a tegnapi videóban mondtam, hogy ma el fogunk menni nézni egy ilyen vitorlás féle hajót, amiben van ilyen kabin, bele tudunk majd ülni, meg hasonló dolgok. És oda megyünk ma megnézni, ugyanis ez rettentő jó áron van, amik ugye nem itt a Gold Coaston vannak, ezek drágábbak, ugyanis itt vannak a Gold Coaston a víz mellett, ezek kicsit távolabb van mi tőlünk, befelé, ahol semmi más nincs, csak egy ilyen tó ott a település környékén. És ez az illetőt el szeretné adni ezt a hajót, ezt a vitorlást, és rettentő jó áron van, ezért elmegyünk megnézni, hogy egyáltalán milyen, és megvesszük-e, vagy nem, vagy tetszik-e, vagy nem. Úgyhogy ma ezt fogjuk csinálni, inni viszünk a Davisnek valami játékot az autóba, és ez lesz az első út a Davisnek, egy ilyen hosszabb út. Tehát már elmentünk egy ilyen 45 percre vele, ugye, kibírta az autóba, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ezt ki fogja bírni, ugyanis kb. Olyan majdnem 2 óra oda, meg majdnem 2 óra vissza az út. Én remélem, hogy jól fogja ugye bírni, és el fogunk tudni menni majd hosszabb útra is ugye a jövőben. Most már elmúlott 2 éves, úgyhogy autózni szeret. De már csak felhúzom ezt a... Nem is húzom fel, úgyse leszünk itt, úgyhogy ott hagyom lent. Autózni szeret, úgyhogy na mindjárt, ma meglátjuk. Hozom a cipőmet, vagy húzom a cipőmet, viszek magammal valamit inni. Te milyen játékot akarsz hozni? Hova mész? Na, meg vagyunk, Davis beült az autóba, kint szépen süt a nap, képzeld el a 30 fokot. Ja, 30 fokot mond mára, és tegnap is rettentő jó idő volt. Tegnap tényleg, hogy esett az eső, este is esett az eső, meg a jég is esett, mindenhol szerencsére nem, de esett egy pár helyen itt a Gold Coaston. Mára meg jó időt mondtak holnapra is, úgyhogy talán szerencsénk lesz, és nem fogunk megázni. Na, úgyhogy induljunk, meg van minden, azt hiszem. Megérkezünk, legalábbis nem sokára megérkezünk, egy pár perc, egész pontosan 14 perc, egy ilyen kisebb mutatom. Településen, vagy nem tudom hol vagyunk, nem sok minden van itt a közel. Házakat látom, meg egy pár ilyen kisebb boltot, nézd, ott egy McDonald's távol, látod, van itt egy McDonald's, ott egy benzinkút. Ház, az egy picit, egy távolabb van mindentől, legalábbis megnéztem a tegnap este a Google-on, és a közelben nem sok minden van, egy-két ház az utcába, egy kisebb van még ennél is mindentől. Mit mondasz, Davis? A Davis mondja, elég jól bírja az utat. Mit mondasz, Ferbusz? Mi? Ja, látom, McDonald's. Amúgy hoztam a szemüvegemet, mármint nem ezt, hanem azt a videós szemüveget. Úgyhogy ha ott leszek, akkor megpróbálok azzal filmezni. Átváltottam a szemüvegre, a videós szemüvegre, most próbálok ezzel filmezni. Már régóta nem filmeztem ezzel a szemüveggel, komolyan mondom, most már van egy hónapja, vagy kettő is talán. Amúgy megérkeztünk, itt majd valahol el kell fordulni balra, egész pontosan 6 km múlva. A Davis már kezd egy kicsit nyűgös lenni, ki akar szárni. Az ő meglátozta a McDonald's-os táblát, és be akart menni, de mondtam neki, hogy gyorsan megnézzük a csónakot, ugyanis, vagy a hajót, mert ugyanis ott kell lenni nem sokára, ugye, és majd utána visszamegyünk. Na megálltunk egyet, ugyanis a Davis már nem bírta tovább. Mit? Mit mondasz? Az egy nagy fa, látod? Vók, hova sétálunk? Kell egyet sétálni a Davisnek. De itt rettentő meleg van, komolyan mondom, hogy egy kicsit feljebb jöttünk. Még 10 óra, mi? 10 óra múlott, 10 óra 30 van. És melegebb van, mint lent ott mi nálunk. Vigyázzunk a kígyókkal, jó? A mami valamit ott csinál. Kérsz valamit inni? Sétálunk. Meddig fogunk elsétálni? Odáig addig a tábláig elsétálunk? Mami az kiszállt az autóból. Majd mindjárt jön a mami is.
elsétálunk. Szóval Davis, meddig bírtad? Meddig bírtad? Körülbelül egy ilyen másfél órát bírtad, nem? Egy picit több, mint másfél órát. Az nem olyan rossz. Ja, bár Sydney-be nem fogunk tudni belenni, és mit jelünk Sydney-be az utautóval egy ilyen, hát egy ilyen 10 óra biztos vagy van. Attól függ, hány helyen állunk meg közben, úgyhogy idén nem hiszem, hogy még levezetünk Sydney-be. Majd talán jövőre, mi? Mi történt a lábaddal? A cipőd. Látod, ott a kapu és ott a postaláda. Úgyhogy ha ott bemegyünk, ott lefelé az útra, ott a ház valahol bent. Te, hát az ilyen helyen nem akarnák én lakni, én azt hiszem. Ja, ott az út. Ott a házikó bent valahol. Ez a 10-es? Ja, ez a 10-es szám. Thank you. Megiszom a energiaitalt, hogy kicsit felébredjünk. Walk! Megint sétálunk? Hova sétálunk? Na, feleségem elment egyet a Davisszel sétálni. Kulcsot addig kiveszem, ugyanis bent felejtettem az autóba. Nem hiszem, hogy valaki elviszi, csinálja, vagy véletlen bezárja valaki. Például a Davis. Aztán nem fogunk tudni menni sehova. Elhoztuk a Davisnek az iPadjét. Elhoztunk neki játékot is. Elég jól bírta, szerintem. Nézd, meg kell borotválkoznom, látod? Nem, rendesen vesz ez a kamera. Most már ahogy mondta, hogy jó ide nem filmeztem le. Telep este azért feltöltöttem az akkumulátort, addig kiszállok egyet. Hogy rendesen fel legyen töltve. Bár biztos, hogy működik, eddig még mindig rendesen filmezett ez a szemüveg. Megérkeztünk, itt vagyok a ház mellett valahol, ott fent, és a hajó nincs itt, a hajó lent van a vízen, vagy a víz mellett. Úgyhogy most oda megyek, ez egy tó végül is, ugye, ahogy mondtam, megvárom az embert, ilyen idősebb ember, lejön az autóval, és ilyen kavicsos úton kell kimenni állítólag. Azt mondta, hogy kb. 15 perc, mire odaérünk, és ott meg tudom nézni. A motort megnéztem, ugyanis jön ugye egy motorra, egy Tohatsu motor, ami jó állapotban van, nagyon szép, tiszta. Már azt mondta, hogy nem volt beindítva körülbelül most már egy hónapja. Úgyhogy először megnézzük a hajót. A motor úgy jó nézett ki amúgy, úgyhogy ma meglátjuk. Elérkeztünk erre az útra. Általában ez ilyen klub, tehát nem lehet csak úgy bemenni, ilyen jacht klub vagy valami. Most kinyitják nekünk ezt a kaput. Aztán átmegyünk rajta. Na mindegy, ilyet sem láttunk még. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi van a kapu mögött. Nézd, itt egy tábla, látod? Nem tudom, hogy látjátok-e vagy nem, de oda van írva, hogy nem lehet itten horgászni, nem lehet úszni. A Jackie-nek, az illetve Jackie-nek mindig rajtad kell, hogy legyen. De itt minden megvan szabva, hogy ezen a tavon mit lehet csinálni. Na mindegy, megyünk tovább. Kavicsos út. Azt mondta a bácsi telet, hogy elvisz minket, de mivel nincsen gyerekülés ugye az autójába áttul, ezért Davis nagyon nem tudott volna beülni, úgyhogy mondtam, hogy inkább eljövök az autómmal. Még mindig megyünk, hiszed vagy nem, de még mindig megyünk. Nem tudom, látod-e a térképen, hogy hol vagyunk, de semmi közepén, itt még út sincsen, de ott a tó. Amúgy itt azt hiszem, hogy erdőtűz volt, mert olyan büdös ilyen égett szag van, meg a fákon, itt már annyira nem, de ott előrébb lehetett látni, hogy le van égve, tiszta fekete volt a fának a zajja, meg a növényzet mindenhol. Megérkeztünk, azt hiszem, hogy megérkeztünk. Ja, ott a tó, nézd! Itt vannak a hajók. Na, melyik lesz az a hajó szerintetek? Várja, meg kéne valahol állni. Most láttam egy koszosat, remélem, hogy nem az lesz az. Na, hova fogunk állni szerinted? Azt a... Látod, mekkora a tó? Ez amúgy elmegy jobbra-balra, nem az csak, nem az egész. Még nem olyan nagy azért, mint a Balaton. Ja, van itt sok vitorlás. Az a baj, azt mondta ez az ember, hogy itt csak ugye vitorlázni lehet, semmi más. Na, ide bemegyünk a fűre, aztán valahol megállunk. Ott van szembe. Na, úgyhogy ide azt hiszem, hogy megállok, és mi megnézzük. Aztán majd megmondom, hogy mit gondolunk. We'll be right back.
Megnéztük a hajót, jelenleg tartunk hazafelé, itt ülünk az autóba. Közben meg is ebédeltünk már, a Davis mutatom elaludt. Nem tudom mennyire látni, de ott alszik hátul. Még egy óra, mire hozzáérünk körülbelül. És nem tudom, hogy mennyit láttatok ti a videón, próbáltam ugye a szemeggel filmezni, amit csak tudtam, az alját, a belsét, a külsét, mindenhol. Ha gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg, hogy milyen szerintetek. Jó, nem jó, pici, nagy, nem tudom, mindenkinek a véleményét ugye szívesen meghallgatnám, úgyhogy gondoljátok ide a videó alá írjátok meg, hogy mit szóltok hozzá. Meg egyáltalán ti megvennétek, vagy nem. Nekem végül is tetszett. Nem volt ugye a legeslegjobb állapotban, amit tudtam, hogy nem lesz a legjobb állapot, ugyanis ez egy 1978-as, vagy nem, 9-es, 79-es hajó, és ami azt jelenti, hogy 38 éves, ugye 38 éves, de a korához képest elég jó állapotban van, egy pár dolgot kicseréltek rajta, aki ugye el akarja adni, mutatta, hogy mit cserélt, csak ez mondta a feleségem, hogy halkabban beszélek, mert alszik a Davis, hogy próbálok halkabban beszélni. Egy pár dolgot kicseréltek rajta, az utánfutót megcsináltak, ugyanis most raktak rá fékeket, aztán még mit csináltak? Meg egy pár apróságot, az egyik vitorla el van szakadva, az alja, amúgy jön 4 vagy 5 vitorlával, jön minden, attól függ, azt mondta, hogy hol akarsz ugye vitorlázni, a tengeren, vagy nem a tengeren, vagy milyen időben, és az egyetlen vitorla, ilyen kisebb vitorla az el van szakadva, a többi az elég jó állapotban, egy picit ugye koszos, de ugye régi, de nincsen elszakadva egyik se. Az alját megnéztem, sehol nincs elrohadva, legalábbis én sehol nem látom, hogy el lenne rohadva. A belsejébe van egy pár dolog, amit ugye meg kell csinálni, az asztalnak az egyik felejére le van törve a kitámasztó, azt meg kell csinálni. Ilyen a apróságok, de végül is ahhoz képest nincs rossz, vagy nem volt rossz állapotban. Az árát mondtam, hogy az ára jó állapot, nem jó állapot, jó áron volt, nem állapotban. Az ára jó áron van, sikerült lealkudnom, nem annyira, amennyit szerettem volna, de elengedett belőle. Nem olyan túl sokat, de azért elég jól elengedett belőle, tehát az árához képest, ahol most vagyunk, én azt mondom, hogy megéri, tehát az árát megéri, hogyha vissza hazahozom ugye a Gold Coastra, és itt el szeretném adni, nem tudom, hogy hány ember akar ugye nálunk itt most ebben a pillanatban venni egy ilyen hajót, hogy nem is szeretném abban a pillanatban eladni, de szerintem ezért az árért el tudnám adni, tehát nem veszítenék rajt pénzt, lehet, hogy még csinálnák, és én azt mondom, hogyha hazahoznám, lehet, hogy még csinálnák is rajta pénzt, hogyha feltenném. Lehet, hogy nem abban a pillanatban ugye, de előbb-utóbb, ha eladnám, csinálnék rajta pénzt. Na mindent, gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg, ugyanis el kell döntenem pár napon belül, azt mondtam, hogy pár napon belül visszaszólok, ugye, hogy mit gondolok róla. Lehet, hogy megnézek még egy másikat, ami a másik hasonló ehhez a hajóhoz, amit néztem. 2 évvel fiatalabb, de duplája az ár. Duplája. Úgyhogy... Nem tudom, azt is lefilmeznem, hogy elmegyek megnézni, lehet, hogy nem, végülis ugyanaz a hajó, egy kicsit másabb, de majd meglátjuk. Jelenleg tartunk nem máshol, mint a boltba, az egyik bevásárlóba, úgyis kell venni majd tejet, ott fogunk egyet körbenézni a Davis-szel, és utána megyünk és megnézzük a Lukaszt meg a szüleimet. Na szervusz, na mi helyzet, felébredtél? Közben mi megérkeztünk, lecseréljük a fölsődet, jó? Te még mielőtt akárhova is megyünk. Azt hiszem meg kell mosni az autót, hogyha hazamegyünk. Ugyanis annyira poros lett ott kint azon a helyen. De átmentünk azon a poros úton. És lehet, hogy a kamera annyira nem látni. Most bennállunk itt egy kicsit a sötétbe, de az autót egy hete mostam meg. Tiszta por, tiszta kosz. Még itt benne az ajtó körül is bement. Nem tudom, lehet-e látni vagy nem, de tiszta. Oda néz. We'll be right back.
oda nézni a karácsonyfa, már ki van rakva szeptemberben. Te, miért kell ilyen korán kirakni a karácsonyfát? Még hány hónap még karácsony? Fehér karácsonyfa. Nem tudom, ez nem annyira szép szerintem. Ez a havas amúgy nem olyan csúnya. Mit szóltok hozzá? Szerintem nem csúnya. Vagy ez... ilyen ezüstös, lehet ilyen túl ezüstös. Hm? Na, amúgy közben megnéztük az új iPhone 8-asat. Nem tudom, hogy mennyit láttatok belőle, mert annyit nem. Komolyan mondom, ugyanúgy néz ki, mint a 7-es. Ugyanúgy néz ki, mint a 6-os, ugye nekem 6-os van. Annyi a különbség, hogy van rajta egy ilyen üveg, meg tudom, hogy a belseje másabb, de ránézésre mondom, ránézésre ugyanúgy néz ki, komolyan mondom, mint a 7-es. Ott volt a kettő egymás mellett, és hogyha nem nézem meg a hátulját, ugye, ahogy üveges az új, vagy a régi, ugye nem. Én komolyan mondom, első ránézésre nem jöttem volna rá, hogy melyik meg. Na minden, úgyhogy most megyünk tovább, megnézzük a játékokat, mit szólsz hozzá. Hozzáérkeztünk, ezt majd látjátok. Le is ment a nap, volt a Slime-nél, megnéztük a Lucas-t is. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem. És most már érdekes dolgot nem fogunk csinálni, meg fogunk vacsorázni. Azt hiszem, meg kell most már tényleg borotválkoznom. Tehát ugye nem borotválkoztam, meg ma reggel sem elsiettünk. Lehet, hogy most gyorsan meg is megborotválkozunk. Úgyhogy nem szeretem, hogyha ilyen hosszú kezd a szakállam lenni, mert mindegy, úgyhogy várra ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt. Jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!